Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon, délelőttön, reggelen, attól függ, hogy mikor nézitek. Már régóta nem csináltam ilyen videót, ilyen sima, átlagos, logos, ilyen családias videót, és régóta nem mondtam, hogy nemrég értem haza a munkából. Már régóta nem mondtam ezt, ugye múltkor mondtam, hogy próbálom a videókat nem munka után elkezdeni, amúgy nem most értem hozzá, most már jóval korábban, amúgy kint mutatom az időt. Csoda szépen süt a nap, ahogy látjátok, és csak azért mutatom meg, mert nálunk még augusztus van, ugyanúgy, mint nálatok is, mert mindig kérdezitek, milyen év van, milyen hónap, ugyanúgy az a hónap, ugyanaz az év van nálatok is, mint nálunk, de nálunk tél van. És télhez képest képzeld el, 29 fok volt ma délelőtt, ami rettentő meleg. Ilyenkor nem szokott nálunk még 29 fok lenni. Amúgy itthon vagyunk, a Davis nemrég ébredt fel az alvásból. Szervusz! A színben már láttátok valószínű, hogy ma nyereményjáték lesz. Nem is akármilyen nyereményjáték, hihetetlen nyereményjáték lesz. És el is mondom, hogy miért, hogyan működik, és hogy mit találtam ki. Hosszú gondolkodás után ugye azon gondolkodtam, hogy mi legyen a csatornával, milyen videókat készítsek, hogy érdekesebbek legyenek, és arra jutottam, hogy készítek egy új magyar csatornát, amit már meg is történt, el is készítettem. Ez a csatorna pedig nem más, mint hihetetlen csatorna, ugyanis hihetetlen videók lesznek ezen a csatornák. Ezen a csatornán pedig itt az Ausztrál Magyarul csatornán megvannak a rendes vlogos videók ugye Ausztráliáról, éppen hogy mi történik. Azért gondoltam, hogy készítek egy új csatornát, ez egy magyar csatorna lesz, ugye magyarul lesz rajta minden, nem angolul, mert néha támadnak ötleteim, például mint a valami ötös, hogy elmegyünk a lükösszél és csinálunk érdekes, furcsa dolgokat. Készítek videókat ezen a csatornán 10 érdekes dologról, ugyanúgy mint múltkor, hogy mit találtak az ember fejébe, hasonló videókat. El is készítettem egy pár videót, és gondolkoztam, hogy ide töltsem fel erre a csatornára, az Ausztrália Magyarúra, vagy egy új csatornára, de mivel múltkor többen mondtátok, hogy ezen a csatornán ugye maradjanak inkább csak a vlogok, hogy mit csinálunk, például a jazzkis vlogok, hova megyünk, mit csinálunk, tengerpartos, és ne keverjem ugye ilyen 10 érdekes dologgal, 10 nem érdekes dologgal, meg valami öttel, ezért gondoltam, hogy a kettő csatornát így ketté veszem. Az új csatornán hetente minimum 2-ször lesznek videók, valószínűleg a hét végén, egész pontosan, hogy mikor nem tudom, gondoltam rá, hogy pénteken egy szombaton, de lehet, hogy vasárnap, de lehet, hogy hétfőn is, lehet, hogy 4-szer is lesznek videók. Egyelőre hetente minimum 2-ször lesznek. A csatorna augusztus 25-től jövő héten péntektől indul. Hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, semmi más nem kell csinálnod, mint itt a videó alatt megtalálod a linket, amire rákattintasz, és felmész az új csatornára, erre a hihetetlen csatornára, és feliratkozol, nyomsz egy lájkot, egy szeretést ugye az új videóra, ugyanis egy videót már meg is osztottam. Ez egy ilyen promo videó, nyereményjátékos videó, elmondom, hogy milyenféle fajta videók lesznek a csatornán, és a nyereményjátékról beszélek. Augusztus 25-én pénteken pedig sorsolni fogunk, nem akármit, egy hihetetlen dolgot fogok kisorsolni. Ugye gondoltam, hogy valami hihetetlen dolgot sorsol ki, mert a csatornák is az a neve, hogy hihetetlen, na minden. Majd meglátjátok, egyelőre nem árulom el, annyit elárulhatok, hogy kengurúhoz köze van, de nem kengurút fogok kisorsolni. Tehát, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, vagy hogyha nem szeretnél részt venni a nyereményjátékban, de érdekel a csatorna, akkor is felmehetsz és feliratkozhatsz ugye az új csatornára. Hogyha mégis részt szeretnél venni a nyereményjátékban, akkor feliratkozol, egy lájkot nyomsz, egy szeretés ugye, és kommentálsz. A kérdés pedig a következő. Nem ide a videó alá, az új csatornára, az új videó alá, ugye ott el is mondom, hogy mi a kérdés. A kérdés az, hogy hány éves vagy, és honnét nézed ezt vagy azt a videót. Tehát oda iratkozzál fel, és oda kommentáljál, bár ide is iratkozhatsz, megkommentálhatsz, hogyha még nem vagy. Meg hogyha vagy, akkor is. Szerintem jó ötlet lesz, ugyanis így nem lesz keverés a csatornám, ugye nem kapok majd reklamációt, hogy de ez miért kellett ide erre a csatornára, ez nem ide való, mert ide ausztrálos vlogos videók valók. Ezért gondoltam, hogy ketté szedem a kettőt. A jazzkis videók megmaradnak ugyanúgy itt, ezen a csatornán, megmarad a Lucas vlogja is ezen a csatornán, és ezen a csatornán semmi nem fog változni, kivéve annyi, hogy nem lesz valami öt meg hasonló dolgok itt, de az új csatornán majd lesz a jövőben. Lesznek majd érdekes videók, ugye múltkor mondtam nektek, hogy
leírtam egy füzetbe érdekes dolgokat, ötleteket, és azon a csatornán szeretném majd a jövőben megosztani. Nem most így kezdésleg egy kicsit másfajta videók lesznek, de majd meglátjátok. Aztán kaptam nem mást, mint zászlókat. Egy páran készítettetek zászlót, ugye múltkor kértem tőletek. Ha gondoljátok, készítsétek zászlót a szigetünkre, az Ausztrál-Magyarul szigetünkre, van múltkor elmentem jetskivel, ezt meg is tettétek. Én kinyomtattam őket, nem mindegyiket, ugyanis egyet nem sikerült, a legutolsót nem sikerült még kinyomtatnom, ugyanis később kaptam meg azt a zászlót. De azt is megmutatom, kezdjük azzal, kezdjük az utolsóval, amit kaptam, ugyanis az is szép. Ez az utolsó zászló, amit készítettek nekem. Nagyon szépen köszönöm. Ezt is ki fogom majd nyomtatni, de egyelőre mutatom nektek. Itt az összes Ausztrália-Magyarul szigetes zászló. Nem tudtam választani, ezért mindegyiket egy lapra nyomtam, ugyanis ez valaki mondta nekem, mi lenne, ha az összeset egyre kinyomnám, így mindenki látja a sajátját, meg mindenki látja mindegyiket. Tehát nem tudom, hogy ezt így meghagyjam, és azt az újat még idevolva betegyem, vagy pedig egyet kiválasztunk, és azt rakjam ki a szigetre. Én azt hiszem, hogy ezt így egy az egybe ki fogom rakni a szigetre, hogy mindenkinek vagy lesz a zászlója, azt ugye még hozzáteszem a másikat, és beleraktam egy ilyen vízhatlan, nem papír, egy ilyen műanyagos valamiben, látjátok? Tehát ezt a héten, vagy jövő héten meg fogom tenni, és ki fogom rakni. Azóta mondjuk nem jártam még ott, tehát nem tudom, hogy a póló megvan-e még, ugye a zászlónk, amit én készítettem, azt ugye ott hagytam, de majd kiderül. Ugyanis az a sziget egy kicsit messzebb van, tehát egy olyan több mint 20, olyan 25 perces jetskizésre van mi tőlünk, azt hiszem, 20-25. Körülbelül. Most még lerakom a kamerát, ugyanis meg fogok ebédelni, aztán nem sokára hazajönnünk ezt az iskolából. A Davis az meg valószínűleg ő is meg fog ebédelni. Ó, mit csinálunk? Játszunk? Hug. Mi a helyzet? Megyek, eszek, tojást eszek sonkával, vagy szalámival, ilyen sültet. De még mielőtt várjál, mutatok nektek gyorsan valamit. Ugyanis múltkor találtam egy csatornát, vagyis beszéltem valakivel a YouTube-on, és gondoltam, hogy megemlítem nektek. Tehát nem kért meg az illető, hogy megemlítsem a csatornát, csak gondoltam, hogy megemlítem, ugyanis ő is vlogokat készít, és én szeretem a vlogokat. Ő Németországban lakik, Sanyinak hívják, a vlogja Sanyi, vagy a Sanyi vlogja, ja, a Sanyi vlogja, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy gondoljátok, nézzétek meg, és hogyha tetszik, iratkozzatok fel a csatornájára. Ugyanis tudom, hogy milyen nehéz ugye minden kezdet, mikor én is elkezdtem, rettentő nehéz volt ugye feliratkozókat szerezni. Nekem tetszik amúgy, amit csinál, bár nem mutatom. Tehát ő Sanyi, látod, a Sanyi vlogja, de fordítva a vlogja Sanyi, Sanyi vlogja. És ha gondoljátok, menjetek fel, nézzétek meg. Hogyha tetszik, akkor iratkozzatok is fel rá. Úgyhogy megyek, eszek. Amúgy nem kértek rá, hogy megemlítsem, csak múltkor beszéltem vele így kommentben, beszéltünk így egy privátban is, és megnéztem a csatornáját, megtetszett. Úgyhogy gondoltam, megosztom ti veletek is. Én mindig készül az evéd, ugyanis a tojással valami történt, azt mondta a feleségem. Előveszem addig a kóla Pepsit. Most ilyen üvegesen van, látod? Kifogytunk a dobozosból, el kell menni ma délután venni, és volt még ilyen üvegesünk itthon. Úgy általában dobozossat iszunk, mert egyszerűbb, nem megy el a buborék ebből, látod, ebből. Ugyanis, hogy ezt kinyitod, és sokáig nem iszod meg, elmegy a buborék, és a buborék talan lesz. Kaptam egy poharat, látod, ugyanis még mindig nem találok meg sok mindent itt a házba, de valamit akartam nektek mutatni. Van nálatok ilyen chips, ilyen Doritos, ez ilyen újfajta, legalábbis mi nálunk, és csirkés, de láttam ilyen tacosba is, ilyen mexikóiba, az a Doritos, látod? Van nálatok ilyen, vagy nincsen? Nekem ez nagyon megízlett, amúgy kijött egy új energiaital is, ilyenkor nyáron mindig kijönnek az energiaitalok, a chipsek, mindenféle fajta új dolog. Vettem egyet, ilyen szőlős volt, meg mentolos. A mentolt azt nem olvastam a végéről, csak a szőlőt az elejéről, kibontottam, megkóstoltam, de! Az nagyon rossz energiaital volt. Amúgy a Red Bullban is láttam ilyet, ilyen szőlősebb most van nálunk, de abban nincsen ilyen mentolos valami, nem volt ráírva a végére, nem tudom, hogy van-e vagy benn vagy nincs, de hogy olyan energiaital többet nem iszok, az biztos. Ilyenkor nyáron mindig kijönnek az új Pepsi, a Red Bull, a Chips, a mindenféle fajta dolog. Tudom, hogy ugyan nálatok most kezdődik majd az őszi szünet, az iskola kezdődik nálatok, de majd az ősz kezdődik, na hova állok, hogy ne legyek sötét. Ami mikor kezdődik nálatok az iskola? Jövő hét után, nem? Ha jól tudom, szeptember 1-től, hétfőtől mindenki megy vissza iskolába. Te! Jól elment ez a nyár, remélem, hogy jól telt mindenkinek amúgy a nyere.
de a nyara. Az enyém még sehogy nem telt. Bár telt, mert januárban ugye volt nyár, nálunk egy éppen kétszer van nyár, nem tudom, tudtad-e. Ugyanis van januárban, meg van ugye decemberben is. Úgyhogy nálunk kétszer van egy évben nyár, nálatok csak egyszer. Nem tudom, melyik jobb. Egyszer van csak nyári szünet, de nálatok is. A Davis fésül, miközben megérkezett a Lucas Szágus azért az iskolából. Nyilván megfésültél? Ügyes voltál. Amúgy levágtam a hajamat. Mi helyzet? Semmi. A Lucas amúgy még beteg. Beteg vagy még nagyon? Nem. Már nem annyira, ami beteg volt. Nem valószínű, hogy beteg volt, de nálátás volt, egy fajta torka. Na, álljunk fel. Menjél készülődni. Ugyanis el kell menni a boltba szokás szerint. Elindultunk, végre összeszedtük magunkat. Mit mondasz, Nuszi? És megérkeztünk ide ebbe a bevásárlóba. Régen szerettem ide járni, mostanában annyira nem szeretek. Szerintem azért, mert mindig ide járunk. Mindig. Ja, mindig. De mikor ott laktunk fönt a régi helyen, akkor mindig a másikba jártunk, akkor meg az volt unalmas. Olyan hosszú vezetés. Jó, mondjuk ide hamarabb elérünk. Átmegyünk a bukkanón. Aztán egy kérdésre szeretnék válaszolni, legalábbis azt hiszem, hogyha hazaértünk. Az iskoláról, ugyanis múltkor említettem, hogy majd elárulom, hogy milyen iskolába járok, meg mit csinálok, és nem említettem meg azóta sem, és többen kérdeztétek már, mikor fogom megosztani veletek. Tudom, mai videóban megosztom veletek, vagy pedig megírjátok ide, hogy mit gondoltok, hova járok. Nem az, hogy hova, nem minek tanulok, ugyanis valaminek tanulok. Na mindjárt, majd meglátjuk, azt lehet, hogy elárulom a videó végén. Le, elárulom a videó végén, nem? Eláruljam nekik, hogy hova járok? Vagy hagyjuk, hadd találják ki. Jó, elárulj. Okay. Mit? Megyünk, gyere. Na, mi helyzet, Davis? Mit csinálunk? Ja, játszunk. A Lucas ott van, de mindjárt jön vissza, és játszunk a Minecraftnak az újabb részével. Hova mész? Na, itt hagytak. Aztán, mielőtt befejezem ezt a mai videót, bejövök ide hátra, leújtjuk ezt a rólót, és elárulom nektek, hogy mit tanulok. Ugyanis ahogy mondtam, többen kérdeztétek, hogy mikor árulom el, ugyanis a múltkor ugye egyszer említettem az egyik videómban, az egész lapos videómban, úgyhogy tanulok. Nem fogok munkát váltani, legalábbis egyelőre nem tervezem, hogy munkát váltok, de gondoltam, hogy a jövőre, ugyanis a jövőben ugye sosem lehet tudni, hogy mi fog történni, és lehet, hogy egy pár év múlva, vagy egy 10 év múlva, vagy 20 év múlva váltok. Nem hiszem, hogy ki tudnátok talán, hogy rá tudnátok ugye jönni, hogy minek tanulok, ugyanis az életben nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok valaha is tanulni, de nem másnak tanulok jelenleg, körülbelül március óta, ugye a március óta, mint magánnyomozónak. Képzeld el! Nem én leszek a Magnum, ugye mindenki emlékszik arra a sorozatra, a Magnumra, még annak idején, bár lehet, hogy senki nem emlékszik rá, de lehet, hogy sokan. Mikor volt az a bajszos Magnum ember, volt egy Ferrari, ami nem az övé volt, és ment össze-vissza, meg lövöldözött, meg helikopterezett, meg hasonló dolgok. De valami hasonló lesz majd belőlem. Ez egy másfél éves ilyen, nem tudom, tanfolyam, vagy nem tanfolyam. Végülis itthonról tanulom, kiküldik nekem a könyveket, én itthon megtanulom, minden alkalommal kettőt küldenek, mikor elvégeztem, visszaküldöm, és küldik a másik kettőt ugye nekem vissza. Ha ezeket elvégeztem, másfél éve van, hogy elvégezzem, azért itthon csinálom, mert nincsen időm ugye munka mellett, meg család mellett bemenni az iskolába, ugyanis bemehetek az iskolába, akármikor bemehetek, leülhetek, tanulhatok, hallgathatom, de így könnyebb nekem, hogy kiküldik, én elolvasom, megtanulom, és minden egyes lecke végén kell írni egy tesztet. Hogyha azon a teszten átmegyek, akkor küldik nekem vissza a következőt. Eddig még mindenken átmentem, jelenleg a felénél vagyok, egy picivel több, mint a felénél, amit megcsináltam, és még van vissza. Hogyha ezt elvégzem, kapok egy ilyen bizonyítványt, hogy magán nyomozó lettem, ezután be kell mennem a rendőrségre egy pár helyre, ahol vesznek új lenyomatot, fényképet, meg mindenféle fajta jel nyomatot rólam, és kiküldik nekem ugye az igazolványomat, meg a jelvényemet, képzeld el, lesz egy ilyen jelvényem, és nem magamnak fogok dolgozni, legalábbis nem hiszem, hogy magamnak fogok dolgozni, egyelőre nem az a tervem. Amúgy én is csinálom, meg az öcsém is, képzeld el, mind a ketten. Mégis az öcsének az ötlete volt, én meg csinálom vele. Több lehetőségem van ugye, hogy mit szeretnék majd csinálni. Az egyik az, hogy magamnak elkezdek majd dolgozni, és ugye megkeresek eltűnt személyeket, meg figyelek embereket, meg hasonló dolgokat, ami végülis nem ez nagyon a tervem. A tervem az az,
hogy a biztosítónak dolgozzak majd, vagy pedig az államnak, ugye az ausztrál államnak, és ez úgy működik, hogy ugye jelentkezek, felvesznek, tegyük fel, mondjuk a biztosítóhoz felvesznek, és valaki egy biztosítási csalást akar csinálni. Tehát dolgozik valahol, azt mondta, hogy elesett, eltörte a lábát, vagy a hátát, és ugye több millió dollárt be akar hajtani ugye a cégtől, vagy az államtól. Ekkor én nekem az a dolgom, hogy megfigyelem ezt a szemét, írok egy ilyen leírás, nem tudom, hogy mondják éppen magyarul, és ugye nekem kell kideríteni, hogy az ember az csalni akar-e, vagy nem. Tehát ilyen hosszadalmas, vonyodalmas dolog, közben el kell menni, ugye készülni, ilyen riportot kell csinálni a bíróságra, meg hasonló dolgok, és jelenleg ezeket a bírósági dolgokat tanulom, legalábbis most tartok ott, ugye, hogy kell írni ilyen riportot, hogy kell a bíróságra elmenni, mit kell mondani, hogy kell beszélni, hogy kell felöltözni szépen mindenféle fajta ilyen dolgokat, és mégis ez az egy tervem, hogy a biztosítónak dolgozok, vagy pedig az államnak. Az állam, hogyha az államnak dolgozó, ugye ott másfajta csalásokról van szó, és végül is ilyen csalásokat kell felderíteni, vagy kideríteni, vagy ilyen dolgokat. Végül is ez a tervem, de aztán lehet, hogy egy nap, vagy ha 60 éves leszek, lehet, hogy magamnak fogok dolgozni, és megfigyellek ugye embereket, hát ha valaki ugye csal, vagy nem csal, vagy eltűnik, vagy ilyen dolgokat. Amúgy már korábban is nézegettem az ilyen, nem azt, hogy magánnyomozókat, hanem, hogy mondják, kémeket? Vagy nem tudom. Ugyanis képzeld el, Ausztráliában pár hónap ezelőtt találtam egy ilyen oldalt, hogy kerestek ilyen megfigyelőket. Nem tudom, hogy mondják rendesen magyarul, lehet, hogy nem kémeknek mondják, de azt kellett volna csinálni, mégis nem jelentkeztem erre a munkahelyre, vagyis nem munkahelyre, ugyanis jelentkezni kellett, és utána ugye megtanítanak, iskolába raknak, mindenféle fajta dolg. Az egész az volt a gond, hogyha jelentkeztél, és bevettek, ugye át kellett menni több ilyen teszten, és hogyha bevesznek, onnantól fogva senkinek semmit nem mondhatsz senkinek. Se a családnak, se a barátodnak, még a feleségednek, gyerekeknek, senkinek. Ugyanis nem mondhatod meg, hogy ugye hol vagy, hogy mit dolgozol, kinek dolgozol, mit dolgozol, mert nem szabad. De erre nem jelentkeztem, ugyanis én nem tudnám magamba tartani, hogy én nem mondjam el legalább a családba, ugye, hogy hol dolgozok, meg mit csinálok, és menni kellett volna ugye több helyre, az ország mindenféle helyén dolgozni. Én azt mondom, hogy azt nem nekem találták ki, ugyanis a családot nem tudnám mondjuk itthon hagyni. Ez a biztosítói vagy az állami munka, ugye, hogyha felvesznek és elvégeztem ezt az iskolát, megkapom az igazolványt, vagy elvényt, tehát minden ilyes dolgot, néha elrakhatnak ide-oda, ugye, tehát nem úgy van, hogy 4 órát dolgozol, vagy 8 órát dolgozol, hanem több napot dolgozol egyfolytába. Éppen ugye attól függ, hogy milyen ügyön vagy hogy mondjam. Na mindegy, végül is magánnyomozónak tanulok jelenleg, ezután ugye mehetek tovább, elvégezhetek egy ilyen másfajta iskolát is, ami abban segít, hogy több esélyem van, hogy felvegyenek, mondjuk az állam felvegyen, ugye a governmenthez felvegyenek, vagy a biztosítóhoz. Attól függ, hogy milyenféle, hányfajta ugye iskolát végzel el. Ez nem tudom, hogy Magyarországon hogy működik, biztos, hogy van nálatok is ilyen. Én jelenleg erre gondoltam, vagyis az öcsémmel erre gondoltunk, és ezt csinálom most már egy jó ideje. Eddig nem akartam nektek nagyon elárulni, ugyanis féltem, hogy nem fogok átmenni az első pár tesztem, meg fogok bukni, ki fogok esti, de eddig még úgy néz ki, hogy mindegyiken átmentem, nem úgy néz ki, mindegyiken átmentem. Tehát egész jól tanulok. Csak a tanulás ugye az a baj, hogy nem mindig van sok időm, ezért kell esténként vagy éjszakánként ugye tanulnom, mikor elmegy a család aludni, és csönd van. Na mindegy, szóval most már ezt is tudjátok, úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, és lehet, hogy egy kicsit túl hosszú lesz, és hosszú videókat, unalmasokat ugye nem szeretek gyártani, de ez a mai videó ilyen családias videó volt inkább, ugye már régen volt ilyen videó, hogy csak így ugye beszéltem hozzátok. Tehát ahogy mondtam, hogyha felszeretnétek iratkozni az új csatornára, erre a hihetetlen csatornára, ahol hihetetlen videók lesznek, a linket itt a videó alatt megtaláljátok, arról rákattintva ugye fel tudtok menni, fel tudtok iratkozni. Hetente legalább minimum 2 videót szeretnék megosztani, aztán a jövőben ez lehet, hogy majd változik, mert többet fogok. Lesznek érdekes és még érdekesebb videók is majd a jövőben, ugyanis sok mindent tervezek oda arra a csatornára. Itt ez a csatorna,
megmarad, nem kell aggódni, hogy ugye nem lesznek videók, ugyanúgy továbbra is lesznek videók, mint eddig. Úgyhogy mára ennyit, ma nagyon sok mindent elárultam nektek, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!